Szót hallom, hogy szűknek érzem zakémet, keblemben tenger kavarok, s mint a trombiták köszöntenének, mint a régi hős dalat csendülne fel tisztán, de élnek a régi regék, élnek a híre vezette óriások. Ó, ez a sors mind ismerős, szabad zászlóval, büszke fővel, ősi szokás szerint, hősök nem bírnak a nyers állat túlerővel. A magyar seregek valóban nem bírtak a túlerővel. 1849. augusztusában már az ország nagy része az ellenség kezébe került. A túlerő háromszoros. Az elfáradt, lerongyolódott honvédcsapatokat fegyverzett elsöprő fölényben lévő császári csapatok fogták közre. 1849. augusztus 13-án a magyar seregek világosnál letették a fegyvert. A szabadságharc elbukott. Sok volt az áldozat, de jött a megtorlás napja. A Habsburgok úgy akarták megbüntetni a magyar népet, hogy azzal elrendeltsék a birodalom többi népét a további forradalomtól. Ezért Ferenc József teljhatalmat adott a kegyetlenkedésért hírhet hajnaú tábornoknak. 1849. augusztus 25-én hajnaú az osztrák Hóér százával írta alá az ítéletnevet. Kire halált mért ki, kire súlyos sok éves várfogságot. Hajnaú a rekord tudta, hogy az első felelős magyar kormány miniszterelnökét Batthyány Lajost, és a 13 lázadó vezért kivégezteti. Részlet Hajnaú leveléből. A lázadó vezéreket fel fogom köttetni, s minden tisztet, aki a forradalmára szolgálatában állt, agyon fogok lövetni. Gyökerestől kiírtam a gazt, és egész Európának példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a lázadókkal, és hogyan kell a rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani.
Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelki ismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. Fél eszendő óta vérzik egy egész nemzet sebe, a te műved örvendj hajnaú, Habsburg háznak hülyebe. Meggyilkoltatál de honnak nagyszámú derék fiát, s ezeket bebörtönöztél, mert szerették a hazát. Hadbíróság 1849. szeptember 26-án meghozta a döntést. Felségsértés címén 9 tábornokot kötél átél halálra, 4-et golyó átél halálra ítélt. Az ítélet végrehajtását október 6-ára a bécsi forradalom évfordulójára tűzték ki. Kívánjuk a sajtó szabadságát! Kis Ernő! Felelős minisztériumot Budán és Pesten! Lázár Vilmos! Évenkénti országgyűlést Pesten! Schweider József! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Öltemberi Ernő! Nemzeti őrseleg! Önök Ignác! Közös teherviselést! Lafler György! Úrbéri viszonyok megszüntetése. Krízis Károly. Esküszék képviselt egyenlőség alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti Bank. Prof. Reiningen Westerburg Károly. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el tőlük. Aurich Lajos. A politikai státuszfoglyok szabadra bocsátassanak. Damjanics János. Unió Erdélye. Prof. Bécsei Károly, egyenlőség, szabadság, testvériség. Szabadság! Adi Endre, október 6. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek bús keserbe, egy-egy könny a szentelt helyre. Hol megváltott hősi járon, becsületett dicsőséget kapsigára, odahol az őszi rózsa hulló levél búcsúcsókja. Bánat sír a szára zágon, ott elúszta csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűzre há a fényeségre. Bús szívünknek elnyel fényed, adjon nyugvás békességet. Sugárinó szellem járjon, s keresem fel küzdelmünkben az alatti 13. 1849. október 5-e Pest. Hideg goromba szél fúj az udvaron, és kapuk előtt kettőzött törzség. Szigorú készültség a parancs, hogy holnap kivégeznek egy szakállas magyar főlázadot, egy grófot. Ez a gróf Batthyány Lajos az első magyar kormány miniszterelnöke volt. Batthyány előző éjjel a hozzá becsempészett törrányakon szúrta magát, és bár életét megmentették, nem lehetett felakasztani. A helyi parancsnok saját hatáskörében porra és golyóra változtatta az ítéletet, ami miatt később hajnali idegrohamot kapott. Batthyány nem engedte, hogy bekössék a szemét, és maga vezényelt tüzet a katonáknak.
Utolsó szavai három nyelven hangzottak el, éljen a haza. Ugyanezen a napon, október 6-án Aradon is megtörtént a 13 honvédtel vonók kivégzése. Reggel 4:30-kor elerett az eső. Arad őrsége riadó készültségben volt. Katonák égő kanóccal álltak a várfalon az ágyuk mellett. 13 tábornok méltósággal viselte a kivégzést. Jaj, a végság rég megszakadt, gyászos napra gyászos éjjött. Halálnapja hult az éve, 13 halálnapja, 13 halott napja. Honvéd főtiszt 13, bátor férfi 13, hős katona 13, igazember 13. Magyar Mártír 13, erőt vett a rút halálon, és erőt adott a magyarnak, hogy bízzon a víradatban, amely csak felvíradt. Október 6-a azóta is a magyar nemzet gyásznapja. 13 tábornok Aradon és Batthyány Lajos Pesten emberfeletti bátorsággal viselte le a halált. A szabadságharc bukása után a teljes terror jegyében vértanúkról említése lehetett tenni. Illegálisan annál többet beszéltek róla. Az a hősies katonai teljesítmény, amelyet a magyarság akkor felmutatott. Olyan rokon szenved váltott ki Európa, sőt Amerika szerte, amely a nemzet reményei táplálta, hogy egy kedvező fordulat alkalmával egyszer véglegesen kivívhatja a függetlenséget. Ti őseink, ti régiek, kik ránk hagyták a hitet, ti vértanú vitézek, a vérszomjas lóvér harag mártírjaként idézel a 13 kivégzett. Támadjatok fel, sőjetek, lássátok íme győztetek. Elértük végre a kaput, vagy 100 év végre összefújt egységbe. Keresztje tövében élet apostollá, az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmán ráírni a magyar lelkeknek. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi emberséges söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forgom szeretett magyar népen és hazán, tudom, megérti ezt a szolgálatot. Isten adta a szívet, lelked nekem, amely népen és hazám szolgálatáért vágott. De rettenetes volt most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt, minket az ellenség győz bosszúja juttatott ide. Nem sokára Isten legmagasabb ítélő széke elé állunk. Életem parányi súcsopán, de tudom, hogy mindig csak ő szolgáltam. Milyen különös vagy, hajnalú fiú is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhetnék a szolgálgyánkat. A világ feleszmél majd, ha látja a hújjapunkáját. Krisztus keresztje és a bitófa, bajrakon, és az isteni áldozat mellett, oly törbe az én áldozatom. Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok, így parancsolja ezt hazám szolgálata. Istenem, az újkor ifjúsága egészen de messze. Árpádok dicső szentjei,
virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívünk, és a hazáé az életünk.